Sziasztok! Itt van egy újra egy Duma Kastély robot videónk. Ezúttal a kettős mérce körét venném egy kicsit körbe. Ugyanis megint voltak olyan tapasztalataim Facebookon, illetve munkatársaknál, vagy ismerősénél, amik annyira felhúztak, ami... Én dolgoztam Lengyelországban, nagyon picit voltam. Németországban, Ausztriában ott nem dolgoztam. De többször azért jelen voltam, és nagyon sok ismerősöm dolgozott ott, Ausztriában és Németországban. És tőlük is nagyon sok mindent tudok. És ebben nekem mindig az szűrődött le, hogy nem az a lényeg, hogy kinek a kie vagy uram bátyja, ugyanazt a MTK-t és a Ferencváros szeretett, tehát te jó munkatárs vagy, és megkapod a bónusz, hanem az volt a lényeg, hogy elsődlegesen, hogy hogy dolgozol, hogy állsz hozzá a munkához, azt hogyan teljesíted, illetve hogy esetleg azt hogyan érted el, vagy milyen kvalifikált végzettségeid vannak, és azokat meg is szerezted, nem megvetted, mint itthon oly sokan. Tehát itt nem ez a lényeg külföldön, Lengyelországban is, ott voltam több hónapon el, és amiket eddig vagy tapasztaltam, vagy hallottam Németországban, Ausztriában, hanem a lényeg, a munka, miért felvették. Tehát ott még az is jelent valamit. Itthon kettős mérce van, nagyon sok esetben, ezt a politikától kezdve, sajnos a hétköznapon át, a munkák során és nagyon sok helyen láthatjuk. Uram, bátyám, rendszer, kétszínűség. Nem hiába van két harmada a Fidesznek egyébként a politikában is. Nagyon sok olyan ismerős van, aki a Fideszre szavaz mindig, de úgy csinálni, amit ha nem arra szavazna, Süttyomban látom is néhányukat, vagy láttam, de néha most is látok. Süttyomban, hogy a interneten pont a fideszes holnapokat nézzük mindig hírek tekintetében, de ők azért nem szeretik így az Orbán, hogy szoktak néha fél mondattal szólogatni, de azért hűszolgálók az erkölcstelenség ne továbbjának. Tehát itt ez a színjátszás, a kettős mérce és a kettős játék, a kétszínűség, ez a kettősség, a negatív oldala az itt Magyarországon nagyon gyakori és nagyon jellemző. És most pár esetről szeretnék mesélni, még egy nagyon felhúzott a régi új munkahelyem, mert igazából ez nem új, csak félig, hogy így fogalmazzak. Ma például azt húzott föl, hogy van egy ilyen tisztaságmániás, hát valószínűleg nő, de valószínűleg van egy férfi is amúgy, ahogy észrevettem, akit nagyon sok minden irányúgy utálnak, csak persze senki nem jelzi, még nem szólogat be. Értem, mert már annyit mondtak nekem, és én is észleltem, és ez mindig az, nagyon sok hülyesége miatt, nagyon sok baromsága miatt, és stílusa, bunkos stílusa is elég furcsa, de a fő baj nem ez volt, hanem sok más minden, de szerintem most ő volt az, aki az egyik kollégát is bemószerolta, hogy az 60 doboz pakolása után az egyébként hirtelen jött 30 fokos melegben, ami nemrég volt, most már újra hidegfront és szél jött, de nemrég még melegfront volt, 30 fokos majdnem nyár, március végén és április elején, tehát ennek ellenére azt mondta, hogy ez viszonylag újonc, félig meddig volt ő is, úgymond igazából újonc, ahogy én is, hogy éreztek egy kis izzadságszagot rajta. Hát ilyenkor szoktam azt mondani, mert volt már egyszer régen egy más munkahelyen hasonló. Én is éreztem nagyon sok munkatárs izzadságszagát néha. Csak egyrészt én nem voltam bunkó, hogy beszólogassak nekik, mert egyrészt nem egyfajtában ez történt, másrészt nem olyan szinten, mint egy hajléktalan, harmadrészt 40 fok volt, és pakoltak föl az 5. szintig, sokszor az elsőről, teli dobozok sorát, százait. Azon a héten. Én is volt, hogy besegítettem, úgyhogy láttam én is. És érdekes, hogy nem szólogattam be nekik. Volt olyan közvetlen főnök is konkrétan, bár papíron nem volt főnök minden helyben, igen. És elég neves és népszerű volt. Iszonyat büdös látszaga volt. De hát 40 fok volt, és pakolt végig. Egy idő után még nekem is valószínűleg lehet, hogy nem lesz olyan jó illatú a lábam, egy ilyen eset után. Ennek ellenére nem szóltam be másnak. De ugye tudjátok, hogy Magyarországon nem csak ezek a kétszínűek, hanem a rossz akaróak is gyakoriak a munkahelyeken, és azt szeretnék, hogy ő, nem tudom, ő legyen ott a hónap dolgozója, a kevés munkával természetesen, és hogy hát akit csak lehet, azt pikkeljen ki a mellőle, ugye a munkahelyről, mert valamiért nem tetszik neki, hát nem tudom, rosszul áll az egyik foga, vagy a haja az nem olyan jól áll,
ahogy ő azt szeretné, hát ahogy a legnagyobb modell hétvégén, vagy ilyen fesztiválon éppen látta a, nem tudom, a nőklapjában, mert mindig azt olvassa, és na szóval értitek, vagy irigy egy lányra, mert az jobban néz ki, és sorolhatnám még, mint mondjuk ő, vagy legalábbis ő azt gondolja, és hát akkor vagy ki kell pikkelni. És ez most, ez csak egy példa volt, amit most mondtam, hogy jaj, mondták, hogy volt egy kis izzadságszaga valakinek, mert nem tudják pontosan, hogy kinek, így mondják, de én gondolom, hogy kiről van szó. És én is éreztem, egy csomó munkahelyen dolgoztam már Magyarországon és külföldön, és képzeljétek, egy csomószor éreztem rohadt rendes kollégáknál. Ritkán egy kicsit a szája büdös volt, a lába, vagy tényleg egy kis izzadságszag. És hát nem mószerultam be, képzeljétek el. Nem voltam kőbunkó. Meg hát nem is az, hogy most ez egy bunkóság, hanem most mondom, hogy aki bemószarolja, az nem tesz ilyet. De már úgy értve, hogy nem pakol 60 dobozt a legnagyobb melegbe, ezt csak úgy hozzáteszem, mert ott a másik munkahelyen is így volt, meg itt is ez a helyzet. Tehát, hogyha ugyanebben a helyzetben kerül, mit az Isten, lehet, hogy őnek is szaga lesz. Milyen érdekes, nem? Neki is kell járni WC-re meg szalni, nem? Tehát neki is kell törölni a fenekét, nem mint másnak. Tehát ugyanez a helyzet körülbelül ebben az esetben. Tehát a 40 fokban pakolsz 60-100 dobozt tele, méghozzá időre sokszor, akkor azért lehet, hogy szagod lesz egy rövid ideig. Persze erre azt szokták mondani a dezodor meg a spray őrültek, hogy hát használd 8000-szer, csak halkan megsúgom, hogy ez hivatalos is elég tényszerű dolog. Hogyha ezt teszitek, hogy 80-szor használjátok minden nap, akkor olyan rákesélyes lesz a helyzet, hogy ez hihetetlen. Nagyon sokan meglepődnek hirtelen, rákosak lesznek, sportolók is, és sorolhatnám. Nagyon sokszor egyiket utólag kiderült, hogy ez a dorok állnak mögötte, vagy például a sprék és ezek. És nem azért, mert egyszer használtam, hanem mert 100-szor használta per nap. Megint a sokszori használatról van szó. De hát megkövetelte a társadalom rész, egy része, meg az ilyen hülyék, és ezért annyiszor használta, hogy idő után szépen mindenféle negatív hatása lett. Ezek vegyszerek, vegyszer alapú dolgok, nem természetes dolgok. Ugyanígy egyébként csak úgy megjegyzem a hajak, a hajnak a folyamatos festése, vagy a mosása minden nap, amit néhányan csinálnak. Az azért nem szokott jót tenni se a fejbőrnek, se a hajszínének, se a hajnak, hajhagymáknak is sorolhatnám, így hosszabb távon. Nem arról van szó, hogyha itt teljesen csak mondok valamit, hetente kétszer megossza a haját, hanem amikor minden nap mondjuk, és egyfajtában minden héten. Az hosszú távon nem olyan egészséges, vagy amikor két hetente új hajszínváltozást szeretne az illető, ezt meg is teszi, és hát hosszú távon nem olyan jó ám, mert akkor többől buhat ki a haja, korábban őszülhet meg ilyenek, pont amit szeretne nem elérni, azt fogja előbb minél hamarabb elérni, ilyen kis önsorsrontó dolog. Na hát ilyesmi egyébként az is, hogyha túl sok dezodort meg különböző sprayt használtok. Vannak olyanok egyébként, amik már úgy illetik magukat, hogy nagyon kíméletesek, meg itt amelyén. Tudjátok jól, hogy van az a bizonyos szó, hogy marketing, és főleg akkor, hogyha nem volt idő még egy ilyen dolgot 30-50 évig tesztelni, amikor kiderülnek a pontos dolgok, az ilyen legújabb dolgoknál, akkor azért ezt így két kedve kell fogadni. És hát ennek erre persze azok a jobbak valószínűleg, de hát azért, na, tudjátok, hogy a marketing mikre képes manapság. Na ez az egyik, ami így most felhúzott. Mert mondom, hogyha ugyanebben a helyzetben van valaki, és ugyanezt tenni, akkor persze ő is nagyot nézne, és még neki állna fenn, hogy valaki esetleg beszólna neki. Tehát ez nagyon ismerős, nagyon sok helyzetben volt ilyen már az életemben, hogy pont ez, aki valakit akármiért bemószerolt, ugyanazt megcsinálta, és ha neki valaki jelzést adott csak, már olyan ideje volt, hogy hihetetlen. Tehát nekem mindent szabad, másnak semmit. Az ilyen típusú emberek azok ugye azonnal beszólogatnak, mindenkinek feljelentenek, mindenkit sorolhatnám, minden húgyér szarér. És akkor utána, ha velük történne mondjuk véletlenül valamilyen okból ugyanaz, vagy az ellenkezően, amit ők úgy támadtak, akkor hirtelen neki annyira feljebb állna, és akkor a hidegbajos lenne, hogy hihetetlen. Tehát nagyon sok ilyen helyzet volt már ilyen sajnos nagyon sok tematikában. Ugye ez a kettős mérc, ugye nekem minden szabad, a többi dögöljön meg. Dögöljön meg a szomszéd tájára, és ilyen tanítás, ugye. Magyarországon eléggé jellemző, reméljük, hogy hamarosan ez megváltozik minden téren. A másik, ami nagyon felhúzott, az hogy
Volt egy lány ismerősöm Facebookon, mert most még, mégis megvan, de már mindig napok óta gondolkodok, hogy lekerüljem a francba. És nagyon is szeretné, vagy hát, hogy letiltsam. Mert az a vicces, hogy én rohadt kedvesen segítettem neki mindenben a szakmaiságát, illetve az, hogy elvégezhesse az egyetemet, az, hogy a szakdolgozatát megírhassa. Nagyon jóban is volt, inkább is úgy tűnt, de lehet, hogy is egy kétszínű egyén az alapján. Meg az egyik osztálytársa, vagy talán évfolyamtársa, azzal is jóban voltam. És sokszor viccelődtünk ott helyben is egyébként annó a munkahelyen, meg aztán Facebookon is. Az egyik mindig láthatóan tetszett neki, visszajelzett, és én viccelődtem vele. Ő ezt most valamiért, csak azért, mert ismerkedik egy fiúval. Úgy vettem, mintha én ismerkedni akarnék vele, miközben egyébként rohadtul nem olyan jellegű írtam, csak annyit írtam, hogy szép vagy a képen, jó, ha a hajad, az új hajstílusod a podrásznál volt, és mindenki ezt írta neki, egyébként nem csak én. Lányok, fiúk, rokonok, barátok, mindenki egyaránt ismerősök. Vagy az, hogy milyen szép a Balaton, jó a kép, hol jártál, ilyesmi. Mert nagyon jó képeket szokott néha felrakni. Nem hiába rakja fel egyébként, hogy reagáljanak is, láthatóan mindenre válaszol is, hogy köszönöm minden kommentre reagál valamit. Nem hiába rakja fel a képeket. És akkor most írtál egyszer, csak írt nekem, hogy jaj, ne írogassak többet neki a kommenteket képe alá, mert most éppen ismerkedik egy fiúval, és hát azt hiszi, hogy én is ezt akarok vele jönni, azért baromság, mert tudhatja és láthatja, én is rakok képeket, hogy 6 éve barátnőm van, lehet, hogy javasán házasodunk amúgy, és közelébe semmilyen akarat nincs abban, hogy most is összeismerkedjünk, főleg, hogy van köztünk nem tudom 2-300 km is, és soroltam ilyen egyéb okok, még ha akarnék, se tudnék ismerkedni, és szeretnék, de nem akarok. Tehát korábban meghívott egyébként arra a munkahelyre is, ahol dolgozik, hogy arra járunk, tehát tudhatta, hogy van barátnőm, akkor is tudta, akkor nézzünk be nyugodtan. Hát, és ezzel a viselkedéssel, amit itt csinált, mint hogyha nem is ismernék egymást egyébként, nem segítettem volna neki semmit, és eddig nem jelzett volna mindig pozitívan minden képénél vissza nekem és sok ezer más embernek összességében a 10-20 év alatt, akkor kicsit engem ez felhúzott, hogy most akkor semminek se néz. Még azt is válaszolta, hogy de azok a barátaim és a rokonaim. Hát mondom, én nem vagyok legalább ismerős vagy barát, hiszen részben kollégák voltunk, és hát azt már nem akartam érni neki, hogy segítettem abban, hogy végezd meg, hogy megcsinálja a szakdolgozatot, ahol el is helyezkedett amúgy abban a szakmában konkrétan, azóta is ott van. Na mindegy, hát érdekes, szívélyességes viszont válasz volt ez így tőle, így köszöntem meg azt, hogy miket segítettem neki, mert kedvesen próbáltam megoldani a dolgokat, amiket kért, meg azt, hogy megtalálhassa azokat a dolgokat, amiket keresett. Meg hát tényleg konkrétan 7 éve ismertük majdnem egymást. Na mindegy, tehát ez egy vicc, ami mostanában történik, így számomra vannak ilyen nagy csalódások, de mondom, főleg ez idegesít, hogy ilyen kétszínű emberek vannak, meg szerintem ő is kétszínű. És láthatóan egyébként csak a csillogás a pénz, és hát egyébként a fehér lovon ülő csodálatos szőke herceg érdekli, de ezt így majdnem konkrétan. Azt próbálom most keresni. Volt már egy ilyen ismerősöm egyébként, azóta is szingli, és meg lehet, hogy tipikus macskás öregasszony lesz, és már a kollégá is kicikizték, kinevették, meg jelezték neki, hogy ez így soha nem lesz párja, és hát tényleg mikromilliméterre megszabta azt, hogy mit szeretne, hogy szeretne konkrétan. Darabig dolgoztam ezzel a vöröshajú lányjal, és kicsit elhasonlít lassan ez a lány is. Ilyen tényleg is egy kicsit furcsálom, de hát ő sorsa. Aztán csak utána ne sírom, mindig utólag sírnak, meg mindenek elmondanak, csak magukban nem veszük észre a szálkát, ugye. Úgy már régóta benne van, de nem fájolja. Na, szóval, értitek, ez engem föl tud húzni, amikor ilyen csalódások érik az embert, hogy az ember segít, viccelődik, az viszont jelzi is, és utána már ismerősnek sem igazán jelez, tehát visszakérdezek, hogy hát én nem vagyok az. Egyben csak a barátok meg a rokonok írhatnak valakinek. Tehát amit szabad ilyen Jupiternek, nem szabad a kisökörnek, vagy hogy van a mondás. Tehát nagyon érdekes dolgok ezek, nem? De az igazi demokrácia
világában, meg a nagy szabadság világában, mégis szabadsági, ezt is megteheti, csak kicsit durva, hogy milyen dolgok vannak, és a legdurvább az, hogy ezek az egyének, nekik sokkal jobban hát feljebb álló a dolog, hogyha mit tudom, valami olyat, olyan jelzést kap, ami kicsit így meglepő lesz a számra, és nem fogja megérteni egyébként, hogy miért kapja. És neki áll feljebb, ugye? Miközben ő csinálta. Volt ilyen ő kezdte és csinálta az egészet. Volt ilyen egyik korábbi munkahelyem is, ahol mindig pont az mondta azt, hogy hülyének nézik. Aki tényleg hülye volt egyébként. A legjobb az volt, amikor a Facebookra raktak föl napközben a dolgokat a mellékmunkáján, és azt gondolta, hogy ezt nem fogják látni, hát aki fönt van a Facebookon, és ismerős és kollégája, vagy akármi, vagy a főnök, vagy valaki, az azonnal bármikor látja, hogy azokat fölrakta. Én is láttam. Én pedig egy egyszerű kollega voltam csak, és azt is láttam, hogyha napközben rakott föl, konkrétan mondjuk a mobilomon egy pillanatra az ebédszünetben, láttam, hogy délelőtt rakta föl. A mellékmunkáját ugye a főmunkaidejében csinált, és ugyanúgy kapta a semmiért igazából addig ugye a rendes fizetését, amíg már lett a mellékmunkáját. És ez csak egy nagyon-nagyon sok közül, amit lehetne róla beszélni. Mik voltak, például a kollégámra azt mondta, hogy nem dolgozik. Miközben olyan rohadt sokat dolgoztak, ők voltak a kertészek, a gondnokok, a takarító, akik felújítottak egy csomó műhelyt. Az iskolán belül, akik ugyanúgy fölcipeltek egyébként a teli dobozok százait a 4-re, 5-re, akár az elsőről, vagy az alaksorból. Szóval is tudom, mert sokszor velük dolgoztam. Ja, és ők csak nem is minimálbért, hanem csak központi bért kaptak, 50-60 ezer forintot, de nem dolgoztak, mondta az, aki 3-4 százat keresett, úgyhogy mondom, sokszor nem is dolgozott, hiszen amellék munkáját csinálta, vagy a hobbiát egyben. És sorolhatnám még, hogy miket lehetne erről a személyről mondani, vagy amikor azt mondta ennek a más, ugyanennek a kollégának a nem dolgozás mellett, hogy mi az, hogy 30 percre körülbelül elmegy az apjával a dialízisre. Jó, de azt mondta neki, hogy dögöljön meg az apát. Neki áll feljebb még, ugye, hogy ki hogy viselkedik, amit nem csinál. Ez egy egyszeri eset volt, talán kétszer ment el a kollega, aki egyébként zenész is volt. Tehát még a munka mellett is dolgozott hétvégén, amit nem tudom, hogy rá is igaz-e. Persze házi munkát biztos csinált, mert ugye ezt mindig hangoztatod, de azt mindenki csinál. Tehát az nem egy differencia. Vagy kimegy a kertbe mindenki más, akinek van és dolgozik ott. De ez egy rendes, akár éjjelekben nyúló zenész munka, a fő munka mellett, akkor 6-7 napos munka per hét. És ennek erre mondta azt neki, hogy nem dolgozik, ennek erre az apjának jó, hogy nem azt mondta, hogy dögöljön meg. Sors iróniája az, hogy az egyébként sokkal messzebb lévő anyukájának szívbetegsége lett, és utána ő sokkal többször elment hetente meglátogatni, vagy elkísérni az anyukáját. Én persze nem szóltam be fel magam, csak amiatt sem, mert az anyukája sokkal-sokkal kedvesebb és igazabb személy volt, mint ő. Tehát már csak amiatt se, az ő tisztelete miatt se. Már nem a nő, hanem az anyja tisztelete miatt nem mondtam ezt neki, mert azt megvetettem, nem tiszteltem. De ahogy a többiek is amúgy egyébként. Ennek ellenére se szóltam be neki, tehát még ennek ellenére se volt a bunkó, mint amit az előbb mondottam nektek, sőt mások között sem nagyon beszéltük. Egyszer ugye ezekkel, akinek így beszorogatott velük, persze, mert az őrület volt, hogy mit tett velük. Sokszor elmentek egyébként vásárolni ruhákat napközben, 2-3 órát majdnem, plázába, pennybe, ilyesmi. Ez nem volt problematika. Olyan volt egyébként egyszer, hogy mi is átmentünk az ebédszünet körül, környékén a Pennybe, de az kb. 5-10 perc volt, de nálunk nem 5-10 perc volt, és flázába menés volt, és nem egy egyszeri eset volt, mint nálunk, hanem nagyon is gyakori hetente legalább 3-4-szer, utána ezeket a ruhákat be is mutatták egyébként ünnepélyesen, éppen mit vettek sor. De ilyen dolgok voltak, csak úgy megjegyzem. Úgyhogy ezek engem nagyon fel tudnak húzni, és milyen érdekes amúgy visszatérve még erre a sprés, meg izzadságszagú dologra, az miért nem fáj bizonyos egyéneknek, pont annak, aki szerintem egyébként jelentette is ezt, hogy hódbüdös a cigarettától, amiért ő akarva tett, és fizetett is egy rohadt sok pénzt, hogy büdös legyen. És utána érezze a másik.
És az még csak az egyik, a másik az, hogy nem szeretném szívni a füstjét sem. Mondjuk legtöbbször külön mennek, mert van egy külön dolog, de meg ő autóba jár. Valószínűleg autóba is cigizik, mert egy csomó kollégát láttam autóval cigizni, ahogy volt olyan, de aki kirakott az autóból, és utána azonnal rágyújtott, hogy ezzel vezetett. Tehát nagyon sokan cigiznek, de ott legalább nem vagyok velük együtt. De vannak olyanok, akik sajnos így együtt jönnek velünk busszal, vagy metróval jövök, és ugyanúgy előtte cigiznek, amíg várakozunk, és szívjuk be ezerre. Ez se zavarja őket, az se zavarja, hogy hódbüdösek lesznek. A cigitől beivódik a ruhájukba, a szájuk büdös lesz, a foguk elrohad. Barnák lesznek egy idő után, szinte tőle a hangja az, ezeknek az egyéneknek egyre jobban el fog menni. Köhögnek, krákosodnak és sorolhatnám. Ezek nem nagyon érdeklik, tehát ez nem problematika. Tehát ez megint a kétszínűség, illetve bocsánat, a kettős mérce. Tehát ez egyetlen problematika. Vagy az, hogy annyira gyenge a lexikális tudása, hogy ez valami hihetetlen. Ezek nem problematikák. De közben nézi a másikat, aki kicsit jobb lexikális tudással, meg úgy ismeretekkel rendelkezik, és sokat végzettséggel, nyelvtudással, külföldi tapasztalattal, egyes egyedül kimenve dolgozni. Tehát igen, érdekes dolgok ezek, nem? De furcsa dolgok vannak. És van egy srác, aki meg elég sziopatikus. Ő is kikéri magának, hogy sokan nem nagyon társulnak vele, lenézik, kinézik, pedig hát nem azt mondom, hogy rá kell nézni, hogy sziopata, de mert a viselkedése hozzá, azt mondom, az, ahogy éppen valaki egyszer ránéz, és hanem az, hogy nem keresi az új emberek társaságát, hanem csak az a klikkesedés van jelen. Tehát itt is megint a kettős, mert szóval, hogy neki áll följebb, hogy állítok sokan nem nagyon barátkoznak vele, furcsák nézik, de nem is keresi a barátkozás lehetőségeit. Hát megfigyeltem, tehát csak azzal az egy-két emberrel a klikkel tartja a kapcsolatot, meg se magával, de ha lehet, még távol is megy egyébként a tömegtől, akik felszállnak a buszra, a metróra, külön konkrétan 5-10-20 méterre arrébb megy, és ott így egymaga, vagy azzal az egyfős klikkével elbeszélgetnek, eltrécselnek, és ennyi. Akkor nem értem, hogy mind csodálkozik. Tehát, hogyha nem is vegyül egy kis csoporttal, egy másik, az ugyanúgy a kollégáival, akkor nem értem, hogy most tehát miről beszélünk, tehát ahogy viselkedik, és azt teljesen ő dönti el, az nem genetika, nem tudom mi, ami ugye sajnos részben előre elterveztetett, vagy hát megvalósított dolog, ami nehéz változtatni, de hát itt arról van szó, hogy sajnos ez az ő döntése, ő viselkedik így. Ennyire egyszerű a helyzet amúgy, tehát meg most pont hallom, hogy arról beszélnek, hogy a magamnak mindent, másnak semmit, csak én, az én központi egyének, hát ők pont ilyeneket, ebből látszik, elmennek 10-20 méter arrébb, és max, vagy egyedül, konkrétan sokszor egyedül van, vagy egy másik klikével, mondom, az 1-2 plusz van, akkor még együtt szokott járni, és ott klikkesednek. Akkor most miről van szó, nem csak magára gondolt? Ezt nem értem, hogy aki ezt mondja, az gondolkodjon el kicsit először önmagán is, fejlődjön meg önmagát, legyen önismerete, hogy ja, de hát én is ilyen vagyok. Egy csomószor egyébként kiderült az ő esetében az, hogy ugyanilyen. De hát ugye, aki nekünk volt külön pszichológián két félig, nagyon sok minden tantárgyunk, nagyon sok helyen dolgoztam már, több nagyon sokféle munkahelyen, külföldön és itthon is, van kis lárátásom. Meg hát olyan végzettség, és valami humán végzettség, van egy kis pszichológia, nem is kevés, meg filozófiai sorolat, nem az ismeretemben. És hát azért van elég jó emberismeretem már. És látom azt, hogy hoppá, itt aki erről beszél, maga pont az, amit lefestett. Részben biztos, nem mondom azt, mert nem olyan régóta ismerem őt, hogy 100%-osan, de hogy részben biztos, hogy igaz rá. Ez elég egyértelmű. Csernus Doki, az biztos egy eléggé részletes leírást tudna róla írni. De hát nem a mellékes jelen esetben. Minden esetre ezek most engem nagyon felhúztak, gondoltam, hogy mesélek nektek. Engem nagyon fel tud húzni a kettős mérce, a játszmázás, a kétszínűség. És itt Magyarországon mindig nagyon jellemző ez. Ezért ez eléggé sajnálatos. Ja, a másik az bírom, hogy az ebédidők is, hogy ne egyél ekkor, ne egyél akkor, ne egyél amakkor, mert akkor ez, meg amaz van. Amikor nem lehet már nyugodtan enni sem, meg ebédelni, szerintem elég igaz.
egy munkahelyen. Szerencsére talán ez volt a másik ilyen hely. Ezt hiszem, ahol dolgoztam, hogy az ebéddel ilyen problématikák lettek volna. Engem ez nagyon fel tudott húzni. Megint az elején, hogy ilyen, ez is ilyen klikkesedés sokszor egyébként, mert azok mindig az a két-három ember akar együtt a bírán, aki így végig orvaszájban együtt van. És akkor a többit az zárjuk ki, ne is jöjjenek. De, és még akkor is, amikor lenne két hely. Ez a legjobb, azt mondják, hogy nincs hely, és közben van még két szabad hely. Szóval már idegesítő ez a dolog, mondjuk az, hogy rohadt kicsi konyháról van szó. Tehát az még nehezít a dolgon, de a viselkedés az még inkább. Egyszerűen nem értem, hogy miért nem lehet egymást minimálisan tisztelni. Mondom, mert ez, és itt a viselkedésről van szó, tehát nem arról, hogy valaki például szőrös, és attól izzadtabb, vagy szagosabb, vagy mert 40 fok van, vagy mert nem akarja 500-szorra használni a dezodort, csak mondjuk 3-szor, mert egyébként elég esélyes lesz a rák. Ez ugyanolyan, mint amikor valaki imád napozni, közben mondja, hogy környezetvédelem kell, meg mindenféle, és közben olyan bőrrákot kap pár éven, vagy max. Egy évtized múlva, pontosok napozásnak köszönhetően, hogy akkor csak nézhet utána, és nem érti, hogy miért lett rákos, és akkor kiderül, hogy hát a rohadt sok napozástól, amit így addig lesz szart, bár mindenki szólt neki 100-szor. Tehát itt is ugyanez a helyzet, hogy nem értem, hogy nem veszek észre, hogy egy alaptisztelet, az elég fontos lenne. És nem csak a kort kell tisztelni, hogy valaki 50 éves. Nagyon sokszor sajnos kiderül a YouTube-ban annyi videóiból, hogy 60-as korosztályból is iszonyat buta emberek vannak. Mondja, hogy megélt már sok mindent, ezt inkább maximum úgy érti, hogy élt akkor, amikor mit tudom, történt 56, de valószínűleg azt nem értette meg, vagy nem élte meg úgy valójában, csak maximum élt abban az időszakban, vagy éppen akkor született, mert sokszor ez jön le belőle, és nem az, hogy tényleg tapasztalt, megértett valamit, átgondolt és kritikai gondolkodással élt. Sokszor nem csak a kort kell tisztelni, de olykor azt is lehet egyébként, és érdemes, hanem a viselkedésmódot, az, hogy milyen ismerete és elismerete van az egyénnek, úgy általában a világ dolgairól, milyen kritikai gondolkodása, milyen kapcsolati összetételi gondolkodása van a bizonyos dolgokról, hogy miből következik, vagy abból, hogy például hány helyen járt és hány helyen látta meg a helyét, milyen tapasztalatai voltak, mit dolgozott és milyen jól dolgozott, mik a tapasztalatai például a különböző emberekről, különböző országokban, mik a differenciák, a hasonlóságok a magyarokkal szemben például. És sorolhatnám, hány nyelven beszél, hogy érteti meg magát, hány interjút készített, milyen emberekkel, és sztárokkal, és nem tudom kikkel, és hogy azok iránt hogy viseltetett, és sorolhatnám. Tehát itt egy csomó minden dolog van, ami tisztelni lehet, nem csak a kor. Tehát az, hogy valaki valamit nagyon biztosan átlát, és azt elmagyarázza, bemutatja, és sorolhatnám. Tehát egy csomó minden. Vagy a filmek iránt mennyire oda van szívvel, lélekkel, és azt milyen jól reprezentálja. Tehát sorolhatnám, hogy a Forma 1, és amit mi is ilyen szoktunk csinálni a formában rovat, hogy mennyire szenvedélyességgel beszél erről, mutatja be, ismerteti a dolgokat, még ha nekem nem is tetszik, mert például van ismerős, aki jéghokit imádja, én nem nagyon szeretem, de annyira élvezetesen tud róla mesélni, hogy ezt is tisztelem benne ennek ellenére, és elismerem. De például van egy csomó olyan focista ismerős, aki látszik, hogy ilyen agyhalott szinten van, már bocsánat, tehát körülbelül annyira egyszerű és agyhalott szinten szurkol vagy imád egy csapatot, de azon kívül így kb. Nulla az egész, tehát láthatóan, tehát így itt igazából azt se tudnál kinek, hogy minek is miért és hogyan szurkol. Vagy a focinak az alap dolgait sem mindig, mint hogyha nem lenne teljesen százos képben vele kapcsolatban, bár 30 éve nézi. Nekem néha ez jön le, ott nem látom ezt a tiszteletet, vagy a kölcsönös tiszteletet, hogy valami olyan tudás van a birtokával, a hobbiával kapcsolatban, hogy ezt tisztelni való. Egy csomó más esetben láttam, de itt ezeknél például nem. Azt olyan látom, hogy mindenki is imád egy csapatot, és ő is akkor hatalmas előnyben lesz, és mindjárt megkapja a kétszeres bónuszt is valószínűleg, hogy erről nem lehet tudni ki, hogyan kap. De hát, ha ugyanazt a csapatot szereti velem, egy itt 20 éve és 5 éve ismerjük egymást, tehát neked alap, hogy jár. Mindegy, hogy most hogyan dolgoztál, mert nagyon ellenőrzi egyébként a kedves főnök, sokszor úgy érzem a egyes munkatársaknak a munkáját. Én nálam könnyen erőszeti, mert küldöm neki ezerre a fájlokat, meg a dolgokat.
meg az infokat, meg az e-maileket néha már úgy érzem, hogy sokalja is, tehát túl sokalja a munkát, amit amúgy meg kell csinálni. Na minden is, én megteszem. De nálam biztos nem ez számítana akkor a munka, hanem az, hogy mondjuk valami foci csapat szurkoló legyek. Ha nem vagyok, hát akkor már pixisben vagyok, és negatív oldalon, akkor már nem jár a bónusz. Tehát néha ezt érzem, néha egyes munkahelyeken. Ez mindenhol átívődik itt Magyarországon, és ez engem annyira idegesít, hogy ez nem hihetetlen. Politikától kezdve a gazdasági életen át, a munka a tekintetében, amit említettem, a sokszorosan a magánéletben, a hétköznapokban, a boltokban, akkor csak bemegy az ember vásárolni. Egy csomó helyen, és külföldön ezt nem éreztem, pedig ott teljesen idegen voltam a többiek szemében is, és pont az ellentétjét éreztem. Lengyelül mondtam boldog, vagy bocsánat, jó napot, vagy jó hétvégét, vagy ilyesmit, úgy megörültek, hogy totális felettem voltam. Vagy amikor beszélgettem egy angolul, egy mellettem lévő kollégával, nagyon sok minden dologról, ez hihetetlen, hogy mennyire felszabadult volt. Krakkóban felszabadultnak éreztem magamat, olyan szempontból, társadalmilag. Nem éreztem azt a búvalbaszottságot, sokan mondják is ugye mostanában, mint itt, vagy azt a kétszínűséget, vagy a kettős játszmát, a kettős mércén. Ilyen érdekes, nem? És ez itt nem most a, nem a pénzről szól, csak is hiába kerestem ott jobban, ez volt a lényeg. Hát Magyarországon ezen kéne változtatni basszus, nagyon, nagyon gyorsan, tudatosan és észszerűen. Ennyit akartam mondani nektek, búcsúzom tőletek, köszönöm, hogyha meghallgattátok ezt a kis eszmecserét, és hát a véleményetek erről kapcsolatban írjátok le kommentekben. Búcsúzom tőletek, sziasztok!